Azt tudni kell, hogy te vagy a Somogyi Rékának és az Alai Károlynak a fia. Pontosan. Annak a Somogyi Rékának, akit én 8-9 éve ismerek lassan, és aki a poliamóriáról csinált velem kettő részt. Illetve igazából egy óriási nagy beszélgetésünk volt. Nagyon jó volt, jó érzés volt azt hallani, amikor azt mondta Réka nekem, hogy figyelj, itt van a Milán, és beszélni akarna veled. Igen, az emlékszem, amikor hazaértem, azt hiszem elég későn, szerintem már ilyen hajnali órákra, vagy nem tudom, lehet, hogy ilyen éjfél után volt egy kicsivel, és akkor, ja, egy anya elkezdett tőle, hogy mesélni nekem, és akkor én teljesen így fejlődöm, mondtam, hogy ah, sima, sima, persze, belevágok, és hogy persze, simán beszélgethetünk egyet, és aztán utána egy másnap realizáltam, hogy ja, ezeket így, miket mondogattam, és akkor ja, konkrétan így kerültem ide, de amúgy tényleg örülök neki. Nagyon sok éve hallom tőle legalábbis mindig, hogy el kéne mondanom a saját személyes tapasztalataimat, és hát akkor ja, most itt a jó alkalom erre, vagy nem Szerintem ez azért is fontos, mert ugye ő is mintatörőnő, meg én is, meg egy csomóan vagyunk mintatörőnők, elég nehezen bújunk elő a saját vackainkból, bár ugye édesanyja a festményeink keresztül egészen gyorsan és nagyon felvállalta az ő mintatörőségét, de ennyire nyíltan kommunikálni csak kevés ideje kommunikálja, hogy ő mintatörő. Általában az, amit mi megszoktunk kapni a falutól, a közvéleménytől, birodalmaktól, meg mindenhonnan, az, hogy micsoda következményei lesznek ennek a mi gyerekeinkre nézve, és egyébként is. Csak a saját gyerekeimet tudom előhozni, hogy szerintem tök komplexek, szerintem tök érzékenyek lettek, sokkal érzékenyebbek az átlagnál, empatikusabbak, így mondom, inkább nem azt, hogy érzékenyek, sokkal jobban tudják dekódolni a világot, az érzéseket. Szóval, hogy egy csomó mindenben sokkal jobbak szerintem a nagy átlagnál, de hát azok csak az én gyerekeim. És ez így tökre jó, hogy te egy ilyen felnőtt, nagykorú, de már az első generáció a mintatörő nők után tehát a gyerekeink között vagy. Te ezt hogy éled meg? Őszintén nem igazán vagyok olyan személy, aki most csak így a nagyvilágnak, vagy a nagyvilággal meg akarná osztani a véleményét bármilyen ilyen, pont tegyük fel, pont ebből a poliamori kapcsolatban felnövése, vagy bármi, az, hogy én nem vagyok, inkább a apumhoz hasonlítok ebből a szempontból, hogy kicsit elbújtabb vagyok, és nem annyira pakolnám ki az egész magánéletemet, vagy bármiféle belső gondolatomat, vagy csak bármit úgy magamról nem igazán szeretnék megosztani senkivel, vagy csak úgy, ja, nagyon belső körrel, de mégis már annyiszor volt már, annyiszor keveredtem vitába emberekkel, barátokkal, ismerősökkel, vagy csak így egy ilyen, nem tudom, este alatt, amikor csak így szóba jönnek ezek a dolgok, és általában valahogy mindig, amikor beszélget az ember valakivel, akkor előbb-utóbb így, ja, ráterelődik a téma a kapcsolatokra is, aztán utána a szülőkről is, és csak annyiszor már tényleg így, ja, ez a konfliktusba kerülése miatt sokszor előjött már. Örülnék neki, hogy meg tudnám osztani azt, hogy ezzel tényleg semmi probléma nincs, és én, mint ennek a ja, megtapasztalója, csak azt tudom tanúsítani, hogy ez egy csodás dolog. Azt hiszem, hogy semmiféle kárt nem szenvedtem emiatt. Csak az előnyömre vált. És ja, és ha most valakit esetleg meg tudok-e, nem is az, hogy meggyőzni, csak hogy új dolgokkal szembesíteni az embereket, vagy csak így, ja, hogy mit gondol egy 21 éves erről, nem tudom. Akkor megvan a Úgyhogy... trigger pont az, hogy te neked vannak ebből konfliktusaid, vagy Ja, van nagyon ebből. sok, nagyon sok, nagyon sok. Mind barátokkal, mind kapcsolatokban, mind, hát hogy is mondjam, ja, azaz, hogy így a korambeliekkel elég sokat konfrontálódunk így, ja, ezen a, hogy mondják ezt, ja, Területen. témán belül, igen. Vannak ezek a konfliktusaid a saját korosztályodon belül, Igen, és igen. fölötte is, vagy csak a korosztályok? Nem, csak általában ezzel, mivel ilyen mélyebb beszélgetés, vagy legalábbis hosszabb beszélgetést
nem igazán szoktam, vagy nincs rá lehetőség, nincsenek felnőtt ismerőseim nagyon, csak így a szüleim, akik úgy idősebbek nálam, és úgy jókat beszélgetünk, de hogy általában a korambeliekkel beszélgetek így nagyobbakat, és ott volt ez, hogy mindig én vagyok ennek az egésznek az egyedüli képviselője, azt hiszem, és ja, és az összes többi, meg az összes, mindenki más, az pedig, ja, hát csak így ez ellen, vagy csak így a nagyon standard dolgokat így erősíti, így mindig valahogy így egy ilyen súrlódás alakul ki, amikor eljutunk egy ilyen témához. Ennek is örülök, mert legalább egy jót beszélgetünk. Közös nevezőre még nem igazán jutottam. Ez izgat most engem nagyon, amit most mondtál, hogy közös nevezőre még nem igazán jutottam. Most kiemelném azt itt, hogy nem azért vagyunk itt, és a Réket se azért hívtam, téged se azért hívtalak, senkit nem azért hívok, és senkit nem azért engedek beszélni, vagy kérek meg beszélni, hogy meggyőzzön nőket, hogy hagyják el a férjüket, hagyják ott a gyereket, persze, hogy legyenek poliamorok, hogy legyen nyitott házasság. Tehát egyszerűen ennek a célja az, hogy megvillantsuk azt, hogy mi az, amikor az ember nem az átlag, és még ezt sem mondom, hogy nem az átlag szerint él. Mert van egy olyan feltételezésem, hogy ugyanígy voltak poliamor helyzetek, csak mondjuk 60 évig éltek az emberek, és lehet, hogy a fele életüket katonaságban, meg háborúban töltötték, meg itt-ottam ott, és amikor hazaértek, vagy amikor kijöttek a gyárból, akkor is tudta mindenki, hogy a Jóska a szomszédfaluban a Klárihoz átjár minden, igen. nem tudom, kedden este 5-től 7-ig, és a Klári Kártyázni. nagyon oda van, de hogy ezek ilyen nem transzparens dolgok voltak. És igazából én azt szeretném, hogy ezekkel a beszélgetésekkel valamennyi transzparenciát tudjunk nyújtani, valamennyi támpontot, hogy akinek csak megfordul a fejében, hogy lehet, hogy ez az ő útja, akkor legyen egy mankója, azt mondjuk, hogy ez ilyen belülről, legyen olyan döntési helyzetben, hogy azt mondja, hogy ezzel tudok menni, vagy nem tudok menni, mert ez mindenkinek a sajátja. Szóval visszatérve a súrlódásokra, és visszatérve arra, hogy nem tudsz közös nevezőn lenni a többiekkel, és egyáltalán nem hibáztatva, meg áldozat hibáztatva, meg sem. De hogy érzed, hogy ilyen meggyőzés van a többiekben feléd, hogy te vagy a hülye, aki rosszul látod, vagy csak mindenki mondja magáit, mert hogy ezt szokták meg? Azt hiszem, vegyes tulajdonképpen. Igen, az van igazából benne, hogy azt érzem sokszor, hogy én vagyok a hülye, és hogy tulajdonképpen a megszokott ellen beszélek, azaz, hogy csak egy apró százalékban ilyenek az emberek, és ugye a nagyobb ezt eltüntetni, vagy nem is azt mondom eltüntetni, csak úgy nem igazán fogadná, az nagyon új, és ugye emberek új dolgok az, hogy új dolgokkal mindig azért eléggé bizalmatlanak, és pláne egy ilyen új dolog, amivel azért embereknek a igen nagy százaléka hát így nem merne szembenézni, vagy nem tudom, az, hogy ez mindenkinek egy nagy, nagy kihívás lehet. Mindig azt érzem, hogy tulajdonképpen úgy, ugye mindig csak gyerekek, azaz mindig csak gyerekekkel beszéltem erről, azaz mondjuk a saját szüleikről kérdeztem őket, vagy pedig a saját kapcsolataikról, és az a vicces, hogy úgy beszélnek szerintem a saját szüleikről, hogy egyáltalán nem ismerik a saját szüleiket. Én tudom, hogy nálunk ezáltal otthon, hogy van egy ilyen, annyira, hát néha már az a túlzott őszinteség is így fölüti a fejét, de hogy annyira tisztában vagyunk így a hármunkkal, és annyira erős a kommunikáció, és annyira nagy az őszinteség folyamatosan, hogy egyszerűen nincs olyan dolog, amiről ne tudnék, amit nem hallottam volna, amiről nem beszélhetnénk, azaz, hogy ez így mindig úgy van, és ezt nagyon úgy érzem másoknál, hogy ez nincs meg, és mégis így fejtenek ki egy véleményt, hogy úgy beszélnek szerintem a saját otthon életükről, hogy közben szerintem csomó helyzetben fogalmuk sincs róla, hogy tulajdonképpen mi folyik ott, mi megy nagyon sokszor a szülők között, és így tényleg az elmúlt egy évben is csak így halva embereket
Ja, csak úgy mindig csodálkozom, hogy ezt erről miért nem lehet beszélni. Nem ismerik az otthoni létet, és valamikor az a vicces, hogy én még többet is tudok talán az ő szüleikről, mint tegyük föl ők a saját szüleikről. Ez hosszú történet, és akkor csak így kívülről, csak így nevetek rajtuk tulajdonképpen, hogy milyen hamis világban élnek, és hogy mennyi mindent nem tudnak. Szóval. Ez tökre érdekel, mert pont erre akartam rákérdezni, mert ez egy belső élmény. Lehet, hogy szerintem nem tudják, ami a szüleik között megy. De Igen. te ezt honnan érzed? Honnan van ez a belső iránytű? Honnan érzed, hogy ez hamisság? És hogyha tudsz erre úgy példát mondani, hogy nincsenek nevek, nincsenek, csak hogy valami fogódzót adj nekem, hogy én, ha szülő lennék, és a gyerekemmel nem beszélek meg mindent, akkor az én gyerekem hol bukik el, pont veled szemben? Most ezzel a nyílt kapcsolatos példát hozok, vagy csak bármiféle kommunikációs hiányjal való, Hozz először mire. kommunikációst, és Jó, akkor rendben. menjünk a nyílt kapcsolat felé. Jó, szóval akkor tegyük fel, van egy jó barátom, és neki hát tavaly úgy döntöttek a szülei, hogy válni fognak. De ez úgy történt meg, hogy az apuka egyik este bement ehhez a fiúhoz, és elmondta azt, hogy mi válni készülünk anyuddal, és ez olyan iszonyatosan váratlanul érte ezt a szemét, hogy egyszerűen nem tudott mit kezdeni vele, és egyszerűen tényleg így látszott, hogy teljesen fölfordult az egész világ vele, az a meghitt családi fészek, amit így azon gondolkozom, hogy én annyira furcsának tartom, hogy ezt hogy nem lehet érezni otthon, Ebbe hogy. akartam most így kicsit belekötni, és nem a sztoriba, és nem belét kötök, hanem engem mindig az hajtott, hogyha nem a saját valóságom és a saját igazságom, mert ugye mindenkinek más az igazsága, ha nem a saját igazságom és nem a saját valóságom szerint megyek, azt a gyerek érezni fogja a feszültséget, hogy állandóan köhög, hogy asztmás, hogy állandóan agresszív, hogy nem tud magával mit csinálni, hogy ADHD-s, megfelelési kényszere van. Tehát, hogy azért ennek vannak ilyen letapogatható pontjai, amit mond is gyakorlatilag a szakemberek, a pszichológusok mondják folyamatosan, hogy ha valaki egy gyereket pszichológushoz akar vinni, vagy van bármilyen ilyen gond, akkor mindig először a szülőket kell megnézni, hogy mi a helyzet otthon. Ez hogy nem tudott ott kikristályosodni? Ezt így tulajdonképpen én sem sejtem egyszerűen, mármint, hogy így beszélgettünk erről sokat vele, és tulajdonképpen mindig csak úgy éreztem, hogy menekült így a konfliktus elől, azaz, hogy amint ez így bekopog, amint így megérkezett egy ilyen nagy probléma, így felütötte a fejét, azután látszott, hogy ő ezt így ignorálná, és hogy egyszerűen csak így lapozna, és lesz, ami lesz, és hogy egy pillanatig sem merne így utána menni, belekérdezni. Szerintem ismerem a családot, és amikor ott vagyok én is, akkor tényleg egy ilyen amerikai, nem tudom, ilyen sztereotípia jut eszembe, hogy bemegyek, anyuka, apuka ott ül a tévé előtt, mogyorót tesznek, anyuka köt, apuka, mit tudom én, nevetgél, világ életemben nem fordult volna meg a fejemben, hogy valami a felszín alatt esetleg, ja, hát nem annyira jól működik, mert nagyon-nagyon jól csinálják. Azaz, hogy nagyon-nagyon jól áltatják szerintem egymást. És aztán lehet, hogy valahogy így egyszer csak elérkezett a pont odáig, amikor már, ja, nem, az mind mindenhol, amikor egyszer csak megtörtént az a pillanat, hogy átszakadt a gát, lehet, hogy a anyuka, apuka se átadta tovább egymást. Nem tudom, és máig nem tudom, én nem tudom, hogy mi lehet a. Ja, és azóta nem váltak el, azóta ez csak így zajlik, csak akarják eladni a házat, és külön költözni, de nem mert szóval most csak így ott érdekelnek hárman együtt, és ugyanúgy zajlik tovább az élet, és ez most így elcsitult, és nem beszél senki róla, és megint olyan helyzet, mintha soha nem történt volna semmi. Nagyon-nagyon egyszerűen nem beszélnek róla, és nagyon egyszerűen ignorálják, és így, ja, nincs kommunikáció egyszerűen. Ja, meg lehet ezt oldani, azaz, hogy a könnyebb utat lehet mindig választani, hogy Ezzel mindig, ja. ezt pont ma írtam valahol, és nem is tudom, hogy hova, hogy mind a két útnak megvan a nehézsége, csak az egyik
hosszú távon kifizető, vagy igen, hosszú távon kifizetődő az, hogy önazonosan, meg transzparensen élsz, és fölvállalod, és beszélsz róla, míg a rövid távon, hogyha nem beszélsz róla, meg ignorálod, meg ez kurva könnyűnek látszik, de nem biztos, hogy az, mert lehet, hogy lesz 5 év múlva cisztád, vagy gyomorfekélyed, vagy bélgyulladásod, vagy bármi ilyesmi, mert annyit nyeltél. Úgyhogy szerintem ez rövid távon kifizetődő, csak a könnyebb Igen, választani. Könnyebb volt mindenképpen. Szóval, hát most már szerintem elég sok hasonlóakad még más helyeken is. És a másik példa, amit mondtál, egy is a nyitott kapcsolatra is van. Ismételten ez egy 4-es beszélgetés, 4-en vagyunk ott, fiúk, és így nem tudom, hogyan elkezdődött így a beszélgetés, kiukadtunk, hogy kinek mi az ideális párkapcsolat, vagy nem tudom, és akkor én mindig ebben az esetben természetesen a otthoni anyut, aput hozom föl, hogy szerintem ez az ideális, vagyis hogy ez is egy alternatíva. És akkor a említett úriember, ő nagyon-nagyon erősen elkezdte ezt kritizálni, és mondogatni, hogy a ő szülei azok mennyire megvannak egymás mellett, mennyire harmonikus a kapcsolat, és hogy szerinte da-da-da, ez a szokásos dolgok, és közben én magamban tudtam, hogy anyumnak volt viszonya az ő apjával, csak ő erről nem tud. És akkor egy ilyen helyzetben így már fölbomlik az egész, vagy itt összedül a kártyavár, hogy most ehhez mit tudok mondani, amikor te az, hogy ez is már csak egy ilyen akkora felleg, most így összeomlik, nem tudom, az, hogy ez így a bullshit, egy ez a bullshit, bullshit, hát irodalom. Egy hazugság, ja, hát hazugságokra épül az élete konkrétan, az, hogy a két legalapabb pontja az életében, amiknek elvileg kurva biztosnak kéne lennie, akiket apja, anyja, akikkel tényleg, hogyha velük nem, legalább velük legyen egy nagyon erős kapcsolata, már ez ott egyszerűen hibázik, és nem jön össze, és ilyen alapvető, mert hogy ja, ezt nem tudja, és ez így már nem tudok mit mondani neki, mert egyszerűen ilyen témában nem tudok akkor vitatkozni, mert igazából csak így magamban fogom a fejem, hogy jaj. Itt bukunk el, mi szülők, hogyha nem vagyunk transzparensek, mert hogy adjuk a... Nekem erről egy sokkal egyszerűbb dolog jutott eszembe, amikor valaki azért süti úgy a csülköt félbevágva, mert a nagymamától mindig azt lett, és hogy úgy a finom, és kiderül, hogy azért süti úgy a nagymama, mert hogy kicsi a sütő, vagy a tepsi. Tehát, hogy igazából addig, amíg nem beszélsz róla, addig lehet a fél csülköket sütni, csak biztos, hogy mindig az a finom, és lehet, hogy ki kéne próbálni mást is, lehet, hogy neked az egybe sült, vagy egy cafatokra tépett, Igen, igen, bármi, pontosan. bármi. Oda megyek most, és ez azért is izgat, mert nem csak a te eseted izgat, ahol egy poliamor párnak vagy a gyereke, hanem ez lehetne akár örökbefogadás is, hogy mikortól beszélsz a gyerekkel arról, hogy milyen a környezete és mik a gyökerei. És nyilván, ha örökbefogadott gyerek lennél, akkor azt kérdezem, hogy mikor tudatosult benned először, hogy örökbefogadva. Kénytelen vagyok föltenni azt a kérdést, hogy neked mikor tűnt föl az, hogy egyrészt mikor tudatosult, hogy ez van, ami van, ugyan nőttél bele, mert igen, és hogy mi volt az első olyan pont, amikor azt mondtad, hogy ez kurvára más, mint amit a többiek élnek. Nagyon korán. Azt hiszem, hogy már így elsőben, második, azaz, hogy ilyen 8-7-8 éves lehettem, és már akkor is olyan természetes volt, hogy persze akkor még nem tudtam, csak hogy megyek anyámmal, anyummal egy ő akkori barátjához. És akkor ott játszottam vele, és akkor én ezt még nem tudtam, de hogy azt utána mentem apumnak egy barátnőjéhez, és akkor még ezt így nem tudatosult bennem, de soha nem volt az, hogy így most leültünk, és akkor mondták, hogy fiam, te egy nyílt kapcsolat gyermeke vagy, és hogy nekünk több, mit tudom én, több kapcsolatunk van, és itt tovább, és itt tovább, és hogy nem csak egymásnak vagyunk, ilyen nem volt, hanem valahogy így, amióta emlékszem, mindig ez volt, és ahogy cseperedtem, és ahogy egyre több dolgot értettem meg, úgy tudatosult bennem, hogy ez van. És azt sem mondanám, hogy olyan volt, hogy ez így nagyon tudatosult bennem, hogy ez így egyszerűen már, hogy hát várjunk csak,
De soha nem voltam így megrökönyödve, hogy ez mennyire más, mint a többiek, mert valahogy csak olyan annyira természetes volt, hogy nem is kell erre több szót vesztegetni, egyszerűen ez van, és annyira normálisnak tűnt, és így, hogy tulajdonképpen mindegyik a szüleimnek szinte az összes kapcsolatával nekem is elég jó kapcsolatom alakult ki. Apúnak a barátnőit, azt mindig nagymamaként tekintettem, anyumnak a barátait, azok meg őket pedig a haveroknak. Soha nem volt ilyen, hogy nagyon megdöbbentem volna. Megfordítom a kérdést, hol volt az a pont, amikor nem a megdöbbenés, hanem azt vetted észre, hogy máshol kurvára más, mint a te természetes állapotod? Az is szerintem nagyon korán történt, azaz, hogy az is ilyen általános iskolában már. Annak köszönhető valószínűleg, hogy anyum már, hát nem tudom, szerintem így elég korán már így lehet kicsit majd, mit tudom én, 40 évesen Freud íványán majd emiatt fogok remegni, hogy édesanyám túl korán kezdett el velem komoly dolgokról beszélni, és aztán ennek mennyi következménye lesz, de hogy így valahogy az, hogy apummal játszottam, amikor kicsi voltam, anyom meg ugye nem tudott játszani velem nagyon, és ezért vele meg beszélgettünk. Lehet, hogy már akkor is így nem emlékszem rá, csak hogy ő ott mondott egymás dolgot, de hogy biztos, így nincs meg, tudod, ez a nap pontosan, mit tudom én, 2011. július 30. Valahogy mindig tudatában voltam, hogy azért mi mások vagyunk, és hogy mások vagyunk, mint a többiek. Az azt, hogy szerintem ez így már nagyon, nagyon korán tudatosult bennem. Ha ezzel nő föl az ember, szerintem akkor nem vett föl semmiféle ilyen kérdést az emberben. Neked volt-e olyan emléked, vagy mi az első olyan emléked, amikor így mindig úgy hívom a közvéleményt ilyenkor, vagy az ilyen általános nagy bullshit izéket, hogy így kéne, úgy kéne, a falu. Mikor volt az, amikor neked a falu így kopogtatott az ajtón, és azt mondta, hogy hát de te miben élsz? Volt-e ilyen konfrontációd, amikor első, amire, vagy második, tök mindegy, az első ilyen meghatározó, akkor inkább így fogalmazom meg, amire te azt mondod, hogy hát ott először így nekem jöttek, még ha nem is meggyőzési céllal, de hogy így megkérdezték, hogy normális vagyok-e, meg hogy normálisak-e a szüleim, meg hogy ez nem való. Kopogtat a falu, hogy nem úgy járnak el a családban, mint ahogy azt a falu elvárja. Érdekes, mert az első ilyenek azok inkább pozitívak. Azaz, hogy az első ilyenek, amikor barátokkal beszélgetünk erről, vagy esetleg barátnőkkel, vagy valami, akkor mindig inkább ezek maradtak meg, hogy valaki azt mondja, hogy a szüleid de jól csinálják. Vagy nem tudom, hogy bárcsak majd egyszer én is tudnám így csinálni, mint a szüleid. A mi házunk egy ilyen buliház. Azaz, hogy a apum az összes barátommal nagyon jóban van. És emiatt, amikor jönnek oda, akkor bepillantást nyernek tulajdonképpen a mi kis életünkbe. És azért ez elég, mármint, hogy így valakinek elég sok, azaz, hogy az a fajta kommunikáció, ami zajlik közöttünk, az a fajta kapcsolat, azaz, hogy ha most egy ilyen teljesen idegen megjelenne, akkor nem biztos, hogy észrevenné azt, hogy mondjuk anyám mindig így éjfél után megnyílik, az ember elég őszinte lesz, és akkor hogy késő este mindig egy picit mindig így rá lehet térni ilyen témákra, az, hogy valahogy oda csapódunk ehhez. És ott már nagyon sokszor hallottam különböző emberektől, hogy tényleg ez szép, és hogy ami otthon nálunk van, az nagyon tetszik nekik. Látva azt, hogy mi hogy vagyunk egymással, nem azt mondom, hogy hát, hogy így nem ez rossz, hogy irigyek, csak hogy úgy örülnének neki, hogyha ezt ők is meg tudnák lépni. Ők, az én szüleim ketten megléptek valamit, és azzal én is mentem ezáltal velük, és úgy szépen lassan fölcsatlakoztam, vagy besatlakoztam hozzájuk, és tulajdonképpen szerintem most így hárman lépegetünk. Most így az elmúlt 2-3 évben van az, hogy így nagyon szépen kialakult egy ilyen ez a hármas kapcsolat. De hogy visszatérve az eredeti kérdésre, hogy az a fura, hogy így ilyen nagyon talán a nagypapám élettársa, egy 68 éves, ilyen igazi
ötye tag volt az, aki úgy részegen bebeszólogatott, de hát neki elnézem, mert tényleg egy rendkívül egyszerűen struktúrált néni, és hát most ilyenkor mit mondjak? Így senki sem próbált mélyen kritizálni valami ilyesmit, meg lehet, hogy annyira sok embernek én sem mondom el, az, hogy nem azon, hogy én most megyek az utcán, és hogy hello, hello, szia, Zalai Milán vagyok, nyílt kapcsolatban élnek a szüleim, én is ezt támogatom, vagy valami. Azaz, hogy ez nem így van, hogy csak egy belsőbb kör tudja ezt, az a, szerintem 100%-ban ezt mind ők nem kritizálják, és aztán, amikor egy ilyen kicsit külsőbb kör, amikor még mindig barátok, na ott szokott előfordulni probléma. De hogy ott is csak nézeteltérés, de ők se azt mondják, hogy ez szar, ők is csak így ja, nem értik, vagy egyszerűen annyira nem normális, hogy nem tudnák hozzá kapcsolódni. De hogy pozitív esetek, nagy százalékban mindig pozitív volt, az hogy nincs ezzel egy ilyen megrázó élményem, hogy basszus.